Rádió Marekes sorsok. Nincs lakás, fizetés, idegszenek, rideg ágyán tapba szakadt. Ébredés, képesek vagyunk, halljam, hogy képesek vagyunk. Mindjárt képesek vagyunk, tanuljunk, képesek vagyunk az után. Bocs, ne haragudj, nincs egy kis tüzet. Kösz szépen. Nincs mit. Szívesen. Ne haragudj még egy pillanatra. Egy 50-essel nem tudnák is segíteni. Nincs apróm. Deskukim. Az igazság, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívtál, mert ma kurva szar napom volt. De senki nem segített ki, még egy 50-essel sem. Nehogy azt hidd, hogy minden megvan téged. De csak a jó kedved is. Örül vagy bánat él, ide az ember mindig hozzá. De nem még már mit a madár, tele van a szívem én a húzás. Nóta vagy jelzelet, ó, gyere ide, mutja meg is hozzá. Örül vagy bánat él, ide az ember. Sírás, boros, sírás.
Jó, ide is sok. Csuda lehet ilyenkor. Nézd már meg, légy színes. Kézzük a Balázs van itt. Küld a daratos francba. Ugye nem vagyok kirúgva? Figyelj Balázs, hát tudod, hogy van. De ha nem pénzültök a kicsit, maradt ez meleket. Kurva hideg van, bazd meg. Nem pénzért jöttem. Meg nem kell azt hinni. Sőt, tényleg. A lába mostanában annyira fáj, bazd meg. Nem tudom, mi lesz vele. Tudom, mint Barázs, gyere le, meghívlak valamire. Néző, mindenki kenszi. Ha ne cigig. Nem mindig őre hivatkozom. Hello, Guszti. Guszti vagy, nem? Nem, én Kálmán vagyok. Kálmán? Nem találkoztunk mi már? Nem hiszem. Aha. Figyelj, nagyon fáj a lábam, és látod, hogy... Szóval az az igazság, hogy szeretnék veled beszélni, kérni valamit. Nincs egy százast szeretnék kérni. Ó, várjál. Vannak még rendes emberek. De akkor meghívsz egy fröccsre. A fröccsre? Oké. Egészségedre. Figyeljél, mutatok valamit, jó? Itt van ez. Itt a hajléktalan kesergője, na ezt nézd.
figyeld, azt mondja, hogy... Na, ne nézzetek úgy rám, mint egy csavargóra, mint akinek szíve soha sem lett volna, nincs sehol nyugalmam, nem bírok pihenni, mert a hajléktalan nem szereti senki. Nincs cigid? Most fogyott el. Basz, meg... Egyébként mi a véleményed erről a versről? Érdekes. Olvasok én is valami ilyesmit. Na, csak nem valami költő vagy. Hát, mirogatok néha. Most az egyik most sajtcédulámból, mert most írtam emlék. Na, azért vagy te ilyen rendes ember. Na. Halál nem kanonikus. Nem esett el csata közben, hanem vodka mián, mivel itattuk. Skorbut ellen, hát ha vodka és uborka, némi cukros kenyérrel majd csak meggyógyítja. Aha. Képzeld, eddig egy Wartburgba laktam, csak kifagytam belőle. Ennyire hideg volt mostanában, szerinted? Hát igen, kurva hideg van mostanában. Hát igen, most a nap azért kisütött talán, van remény, nem? De az is hideget hoz néha. Hát ennél már az meg ne legyen hidegebb, jó? Hát igen, de itt nem csak erről van szó, az a probléma, hogy a magyarok loholnak nyugat felé, csak nem érik el a vasutat, mármint a vonatot. Viszont kelet meg már elküldte őket a francba, mert lemaradt mögöttük, illetve látta, hogy más irányba megy, mint ők. Tessék. Itt hát végül is úgy benne maradtak a két vonal között. Ugye a keleti vonal, meg a nyugati vonal között. Valahol. Keleti pályaudvar? Meg a nyugati között, mintha megrekedtek volna a nagy körúton. Egy ilyen dugóba, nem? Hát nem tudom, én a keletit is ismerem, meg a nyugatit is ismerem. És nem tudnak kiszállni a kocsiból. A kocsiból. Már. Ott vannak a kocsisorba. És a kocsi meg lerobbant. Kocsisorba közben. A kurvák. De a kocsi meg lerobbant. A kurvák meg nem mennek olyan, akinek szar a kocsija és rohad az alja, az alváz. Érted? Tehát a kocsi soron csak azokkal mennek, akiknek jó kocsijuk van. Nekem nincs egyetemem, az a helyzet. Meg más sincs. És még dokihoz sem mehetek. Úgyhogy a lábam egyre szarabb az meg. Ha megmutatnám, okádná. Állítom. Az meg. Ne turkálj, bazd meg! Van valami semmi között hozzá? Nem félsz, hogy orrom baszlak? Thank you.
van meg a neve, és akkor meg van elviszett, elvegyük a csőre. És hogy mikor nem is, hogy tudom, a dolgokat kérdeztem az állat. Dolgozom. És a hülye vagy. Azért vagyok hülye, mert megtudtam, hogy megcsaltál. Te rohadt szemétládat, te szemét geci. Ez magadra. Szakozol velem. Ne szórakozzál velem, te. Tudod mit? Megcsalak az első jött menttel, aki most erre fog jönni. Jó? Azt te úgysem ered. A legelsővel! Nem hiszem, te! Tedd csak ide ruhádat. Jó? Nem számít. Nyugodtan gyere. Képesek vagyunk, képesek vagyunk, hogy önmagunk legyünk, képesek vagyunk, vagyis a bizonyítottuk már, képesek vagyunk, csodákra is képesek vagyunk, tudom, hogy képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk rá. Mit panaszkodsz? Ne kellene ilyen mázni, bazd meg! Egyiket hatácsolnak rendesen? És egyiket most hol alszol? Ó, hát most kicsit jobb idő van, tudod, és az utcán is azért valahogy el vagyok. Hát ez van. Nem panaszkodnék, de a, tudod, a lábam. Hol a Párizsin? Bazd meg a kurva anyádat! Kurva életem! Bazd meg!
Csókolom Balázsbe. Szervusz, Erzsikém. Hát hogy vagy? Ne félj tőlem, Erzsike, nem akarok rosszat tőled. De Balázsbe, hát mit csinál? Szeretlek téged, tudod, kiskorod óta ismerlek. Nem undorodnak tőlem a nők, ha tudni akarod. Szóval undorodsz tőlem. Így is jó. Ne haragudjon, uram, elnézést. Na, Kotro, ez csak kiküzdő veled utána, nem tudod? Menjél dolgozni. De hát nem tudok. Persze, hogy nem tudsz, alig állsz a lábadon a piától. Én nem is vagyok részeg. Ti rontjátok az országképet. Na, Kotro, csak. Tudod mit? Adjál munkát, bazd meg. Szemét láda. Tihatomból elejtve, reggelönti rebegés, befonterek, árnyékában éki meg az ömelés. Képesek vagyunk, halljam, hogy képesek vagyunk, mindjárt képesek vagyunk. Képesek vagyunk rá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.